A Gyöngyösi Műhely és a Jászberényi Hamza Stúdió közötti együttműködés jegyében az elmúlt években több kiállítás született mindkét városban. A legújabb most éppen itt Gyöngyösön. A Mátra Honvéd kaszinóban megrendezett tárlaton a jászberényi alkotók legfrissebb munkáikat mutatják be, melyeket az elengedés témaköréhez kapcsolódva készítettek el. A gyöngyösi műhellyel való sok évre visszanyúló jó kapcsolat volt az oka, hogy a Jászberényi Hamza Stúdió Gyöngyöst választotta helyszínéül hosszú szünet után megvalósuló új kiállításának. A stúdió fiatal alkotóinak, köztük Bartos Kingának, Farkas Editnek, Kerekné Mihalik Juditnak, Nagy Tamásnak és Fejős Lászlónak képeiből megnyíló tárlat az Elengedés címet kapta. Szimbolikus ez az elengedés több értelemben is. Először is kifejezi a stúdiónak a Hamza Múzeumtól való függetlenségét. A csoport viszi a múzeum nevét, vagyis hát a múzeum névadójának a nevét, Hamza diákosnak, ami azért egyfajta kötelezettség is számukra, hiszen méltónak kell, hogy legyenek alkotásaikkal is, és szellemiségükkel is ahhoz, hogy ezt a nevet viseljék. A múzeumnak jelenleg olyan kapcsolata van a stúdióval, hogy ahogy korábbi években is segíti a munkájukat, infrastruktúrális kommunikációs segítséget nyújt, illetve hát adott esetben a tematika meghatározásába próbál közreműködni, ez inkább régebben volt jellemző. Most én tudtommal egyfajta átalakuláson megy át a stúdió, amit én úgy látok, hogy nagyon jó, és ennek az első állomása ez a gyöngyösi kiállítás, és ahogyan mondtad is, ez nem az első eset, mert azt hiszem az egyéni tagok közül már volt, aki itt bemutatkozhatott, remélem lesz is még ilyen, úgyhogy a múzeum ebben a maga részéről szerény keretein belül segítséget fog nyújtani. A kiállításban szó szerint a sokszínűség egysége valósul meg. A különböző indítatású és világlátású alkotók munkáik által alkotnak egy nagy egészet. Ez az oka annak, hogy nem festők, hanem témák, stílus szerint történt a kiállítás elrendezése is. Ennél a kiállításnál úgy gondoltuk, hogy izgalmasabb lesz, hogyha úgy válogatjuk össze a képeket, hogy nem az alkotók munkái kerülnek egymás mellé, hanem vegyesen láthatóak a munkák, és más szempontokat néztünk, ilyen szempontok a téma, a szín, és így kalauzoljuk végig a nézőket a kiállításon. Hogyan reprezentálja ez a kiállítás a Hamza Stúdió utóbbi egy esztendejét, amiben én azért hallottam, hogy nagyon lényeges átalakulások is történtek? Igen, van egy komoly magja a Hamza Stúdiónak, akik most aktívan részt vesznek a Hamza Stúdió életében és munkájában. Hát sajnos azt is elmondhatom, hogy a többi tag az nem annyira aktív résztvevő. Most amit itt látunk a kiállított munkák, illetve a kiállítók, mondhatom azt, hogy az aktív magot képző kiállítók mutatták meg magukat most. A közös nevező az az elengedés volt, amiről a leginkább a Mihalik Judit tudna jól beszélni, mert hogy ő ajánlotta ezt a témát most erre a kiállításra, és tulajdonképpen mindannyian elengedünk dolgokat, embereket az életünkből, és nagyon érdekes, ahogy a különböző tagok ezt a témát megfogták, ahogy végig gondolták. Ugye mindenkinek mást jelent, de azért mindenkinek ugyanazt is valamilyen szinten. Úgyhogy elég érdekes anyag gyűlt össze. Igen, ahogy látom, itt vannak, akik abszolút emberi viszonylatokban gondolkodnak, és ezt az elengedést ugye kizárólag ember és ember között képesek értelmezni, de vannak itt olyanok is, akik ezt teljesen absztrahálják. Így van, tehát ugye láthatjuk itt a kezeket, az embereket elengedni, de ugyanakkor megjelenik a természet is a bizonyos képeken, illetve hát igen, az absztrakció, amikor
A saját belsőmből kell elengednem, nem fizikailag, gondolatilag valamit. Azt hiszem, talán ez a egyik legnehezebb dolog, végigcsinálni is, illetve képileg megjeleníteni is. Elengedés. Mit is jelent még ez a szó tulajdonképpen? Az például, hogy ha valaki menni akar, akkor hát menjen. A Hamza Stúdió tagsága is ilyen. Sok tagja van, papíron. Ám kevés tagja van, aki valóban dolgozik és tesz valamit a képzőművészet ügyéért, Jászberény és a jászság kultúrájáért. A cím tehát azon tagoknak az elengedését is jelzi, akik nem találják az utat, vagy más utat keresnek maguknak. De vannak további értelmezések is. Nekem az elengedés az most a gyász folyamatát jelképezi. A munkáimon is ez jelenik meg, a gyásznak a folyamatai, a fájdalom, a hiányérzés, legfőképp ezeket próbáltam visszaadni a vásznon. Illetve van egy hármas munkám, ahol az elengedésnek tehát az elengedéshez a környezet szerepét próbáltam bemutatni, hogy hogyan járul hozzá a környezetünk, hogyan segíti ezt a folyamatot, vagy éppen hátráltatja. Pontosan az miatt, mert ugye maga a fogalom az sokkal tágabban értelmezhető, sem mint egyszerűen az élők, illetve az életből eltávozottak közötti szakítás. Nagyon sokféle értelmezést kaptunk az alkotóktól ebben a témakörben, az elengedés témakörét, ők nagyon sokféleképpen élik is meg, és mutatják is meg. Ez valóban így van, hiszen az elengedés jelentheti éppen azt, hogy a gyermekünk elengedése, hogy elengedem a kezét, és ezzel megmutatom, hogy bízom benne. Ez is egyfajta elengedés, és ez nem feltétlen annyira fájdalmas és szomorú. Bár tegyük hozzá, azért az anyáknak ez is fájdalmas része az életüknek. Volt először egy koncepcióm, hogy mit fogok megalkotni, abból egy kép készült el. És nem jutottam tovább. Tehát megvolt a téma, megvoltak, hogy a képemen a lufik, amiket a kezemből elengedek, tulajdonképpen a gondolati síkon mit jelentenek, de maguk a lufik nem jöttek. És aztán egy teljesen ártalmatlan dolog, leültem az asztal mellé, papír mellé, és akkor engedem, hagy menjen. És fogtam egy tollat, és rajzoltam, és festettem, és csináltam, és tulajdonképpen egy olyan dolog alakult ki belőle, amit én magam sem vártam, mert az elengedés folyamatában egyrészt a természethez is köthető, de ugyanakkor személyes vonatkozású elengedést is véghez tudtam a képalkotása közben vinni. Ha jól veszem ki, akkor ez a fajta alkotási metódus számodra is egy teljesen újszerű volt, mert máskor nem így születnek azért a munkái. Nem, vázlatokat készítek, és készülök a különböző képekre, és gondolkodom, hogy lehetne, mint lehetne, milyen színekkel, milyen formával lehetne. Tehát ez teljesen új volt most nekem. Talán elengedtem ezt az alkotói formát. Fejős László azok közé az alkotók közé tartozik, akik mostanában kapcsolódtak be a Hamza Stúdió munkájába. Én régebb óta ismer őket, mint amióta tagja vagyok a stúdiónak. 2003 óta dolgozunk olyan képzőművészeti projekteken együtt, amik ilyen képzőművészeti alkotónapokat takar. Ezt Nagykátán én szervezem már lassan 9 éve, és a Hamza Stúdiót mindig szeretettel láttam ezeken a rendezvényeken. Úgyhogy amikor végérvényesen eldöntöttük azt, hogy ha stúdió tagja legyek, akkor már tudtuk egymásnak a kisebb-nagyobb dolgait, alkotásait, ismertük, meg hát azt a hozzáállást, ami végül is ennek a stúdiós kiállításnak is az alap elképzelése, ötlete, terve. Évek óta próbálkozom azzal, hogy megtaláljam a saját stílusomat, azt a stílust, ami az első pillantásra kifejezi, hogy az én alkotásom, amit csinálok. Alapvetően én megpróbálok egy nagyon régi kultúrát, a védikus kultúrát megismertetni a látogatókkal, vagy a képek megtekintőivel,
a sárga, piros, kék, jóság, szenvedély, tudatlanság, a három alapszín kifejezését tükrözi. Hát, hogy míró-e, azt nem tudom, megtisztelő, hogy ezt mondod, de azért szerintem távol vagyok attól az alkotótól én. Más igazából azt hiszem, a képek kellenek, hogy mondjanak magukról. Ennek a kiállításnak ugye a születése ugye úgy történt, hogy az elengedés témát egy tag felvetette, és tulajdonképpen mindenki magáévá tette a maga módján, és onnantól fogva önállóan dolgozta ezt fel. Számodra ez hogy történt? A Judit, amikor bent volt a Gyöngyösi Televíziónál, nagyon szépen elmondta azt, hogy mi tematikus kiállításokat szoktunk rendezni, ami annyit jelent, hogy tényleg egy téma köré gyűjtjük az alkotásokat. A Juditnak a elképzelése volt, ez nagyon demokratikusan szokott történni, tehát valaki fölvet valamit, többiek megvitatják, és általában az első szóra elfogadásra kerül. Tehát ő vetette fel ezt az elengedést. Több okból is, a stúdiónak is egy olyan fordulópontja van az életében, ahol végig kellett gondolnunk azt, hogy a tagok milyen hozzáállással vannak jelen a stúdióban, és úgy éreztük, hogy sajnos jönnek-mennek az alkotók, ki intenzívebben, ki kevésbé intenzíven, és ez nagyon passzolt ez az elengedés tematika mindannyiunkhoz. Úgyhogy amikor ő úgy gondolta, hogy ennek a stúdió jelenlegi életéhez kötött témának a köré alkossunk, akkor egyszorra úgy éreztük, hogy igen, mindannyiunkat érint ez a dolog. Persze utána absztraháltuk és magunkra vonatkozóan, autonóm módon is próbáltuk megközelíteni ezt az egészet, és szerintem a képek végül is inkább önmagunkról szólnak, mint a végén a stúdió jelenlegi helyzetéről. Azt mondják a hamzások, a 2012-es év mérföldkő lesz a csoport életében. Most dől el ugyanis, hogy ki az, aki hosszú távon is velük tart, és ki az, aki úgy dönt, hogy nem megy velük. Persze azt is mondják, a kapu mindig nyitva áll egy visszatérésre.